Vasárnapig tart a legnagyobb romániai község Maros-Szentgyörgy ünnepe. A közelmúltban turisztikai és kulturális település titulust elnyerő településen gazdag programmal várják a látogatókat. Helyi festőművészek kiállításának megnyitójával, valamint könyvbemutatóval kezdték meg a Szentgyörgy napokat, de a helyi alkotókat középpontba állító kulturális események nem értek véget. Fülöp Jenő fényképtárlatát és Moldován Irén új könyvét mutatták be a Maros-Szentgyörgyi plébánián. A fő célkitűzésünk, hogy ne csak községet építsünk, hanem közösséget is építsünk, ezért a Szentgyörgy napokra is egy ilyen pozitív pecsétet teszünk rá, bármi, amit szervezünk, annak üzenet jellege is van. Próbáljuk honosítani, erősíteni azt az érzést a maros-szentgyörgyiek szívében, hogy jó itt lakni, annak ellenére, hogy még sok hiányosság is van. A következő napokban számos esemény várja a Marosvásárhely melletti településre kilátogatókat. Baric Lajos plébános szerint az ünnep különlegességét a névadó is adja, emiatt is fektetnek hangsúlyt a sokszínű és értékközvetítő eseményekre. Nagyon szeretnük, hogy ne csupán azért a micsért vagy valamiért menjenek ki az emberek, vagy azért a koncertért, ami ott elhangzik, hanem azért is, hogy lelkileg töltődjenek, hogy ne csupán egy ilyen profán rendezvény maradjon, legyen valami köze, ami a nevében is van, Szentgyörgyhöz, illetve Isten országához. A Szentgyörgy napok lehetőséget ad a szimbolikus jelleggel bíró gesztusok megtételére is. Románia legnagyobb lélekszámú községében az egyes utcák leaszfaltozása is ünnep, hiszen több mint 150 van belőlük. A munkálatok befejezésének apropóján magnóliafát ültettek. A fa mindig a jövőt jelképezi. Nagyra nő, gyerekeink is fogják élvezni, tehát... Az utcákkal kapcsolatban, én is itt lakok a negyedben, nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen szépen felújították, sikerült befejezni ezt a munkálatot, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Az idei Szentgyörgy napokon a településen átutazókat már új, a Maros-Szentgyörgy által elnyert titulusokat hirdető táblák fogadják.